Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, félhatos híradónkat látják. Június 4-e van Bulcsú és Tormás névnapja. 97 éve írták alá a trianoni békediktátumot. A mai egyben a nemzeti összetartozás napja, és ma van Pünkösd. Most lássuk a mai nap legfontosabb történéseit, először csak röviden. Terrortámadás történt Londonban. Ma van a nemzeti összetartozás napja. Pünkösd napja van. Erősödött a Zentagunaras melletti téglagyárnál fészkelő gyurgyalag állomány. Heten meghaltak és 48-an megsérültek egy szombat éjjeli terrortámadásban Londonban. A város legismertebb hídján, a London Bridge-en egy fehér furgon nagy sebességgel felhajtott a járdára és több gyalogost elütött. A jármű továbbhajtott, a három támadó pedig késekkel felfegyverkezve szállt ki és többeket megsebesített. Egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett a merénylet elkövetőjeként. A BBC értesülései szerint az egyik elkövető pakisztáni származású volt. A merénylet a brit főváros szívében történt. A London hídon a fehér furgon nagy, egyes szemtanúk becslése szerint óránkénti 80 kilométert elérő sebességgel felhajtott a járdára, és több gyalogost elütött, majd a járműből kiugrott három ember, és késsel támadta járókelőkre a Borough Market környékén. A rendőrök lelőtték mindhárom támadót, megsebesült egy rendőr is. A hatóság emberei az első riasztás után 8 perccel végeztek velük. A rendőrség szerint a támadásnak nincs további olyan tettese, aki elmenekült volna a helyszínről. A szemtanúk szerint a hídon nagyjából 100-an lehettek, amikor a kis teherautó az emberek közé hajtott. A sérülteket 5 különböző kórházba vitték, volt, akinek sikerült elmenekülnie a támadók elől, egy fiatal lánya barátnőjével ott volt a helyszínen. Someone with a man with a knife, and he got back fine, but he's a bit shaken up, obviously, because it's quite scary. And then we can see everything from the Shard, all the helicopters and the police. A Scotland Yard már vasárnap hajnalban hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a London hídon és a Borough Market mellett elkövetett merényletet. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka szerint eleinte úgy tűnt, hogy a támadók öngyilkos merénylők által használt mellényt viseltek, de kiderült, hogy nem így van. Közösségi portálokon vasárnap hajnalban megjelent egy fotó, amelyen két földön fekvő ember látszott, mellettük fegyveres rendőrök. Az egyik fekvő férfi ruházatára fém flakonoknak látszó tárgyak voltak erősítve. A Sun című napilap értesülése szerint a támadók bádok palackokból házilag készített mellényt viseltek, hogy megvédje őket a késszúrásoktól. Feltehetően ezekről a mellényekről hitték először azt, hogy robbanó anyagot tartalmazhatnak. Magyar, illetve szerbiai áldozatokról nincs információ. Március vége óta ez már a harmadik terrortámadás Nagy-Britanniában, ahol csütörtökön előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Őrizetbe vett vasárnap a rendőrség 12 embert a londoni merénylettel összefüggésben. A Scotland Yard vasárnap délutáni bejelentése szerint az őrizetbevételek a kelet-londoni Barking városrészben történtek, és folytatódnak a környéken a házkutatások. A terrortámadás miatt nem halasztják el a jövő csütörtökre tervezett előrehozott parlamenti választásokat Nagy-Britanniában, közölte Theresa May. A brit kormányfő szerint az elmúlt időszak három merénylete mögött nem ugyanaz a hálózat áll, ám az elkövetőket mégis összeköti az iszlám szélsőségesség gyűlöletet hirdető gonosz ideológiája. A londoni nép és az egész ország nevében mondott köszönetet a hatóság embereinek Theresa May. A brit kormányfő sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy az elmúlt periódus terrortámadásai mellett a rendőrség további ötöt hiúsított meg.
Ezek lehet, hogy nincsenek is kapcsolatban, de minden esetre azt látjuk, hogy egy újfajta tendencia alakul ki a terrorizmus terén is, és az elkövetőket nem csak alaposan megtervelt cselekmény és kiképzésük alapján, és a radikalizálódásuk alapján indítják el ezeket, hanem egymást is próbálják lemásolni, és még brutálisabb és kegyetlenebb módon elkövetni ezeket a cselekményeket. May hozzátette, hogy a szombat éjjeli londoni merénylet miatt a kormányzó konzervatív párt és a legnagyobb ellenzéki erő a munkáspárt vasárnapra felfüggeszti kampányát, de a választási kampány hétfőn folytatódik. Két politikai párt felfüggesztette a választási kampányát most, de az erőszak semmiféleképpen nem károsíthatja a demokratikus folyamatot, tehát holnap folytatni fogjuk, és az általános választások is rendben meg fognak történni, ahogy terveztük és csütörtökön. Az országunk, ugyanúgy, ahogy korábban is említettem, bár konfrontálódnunk kell az erőszakot, illetően együtt össze kell fognunk, és egységben le fogjuk tudni győzni az ellenségeinket. Nagy-Britanniában továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint van érvényben. Elég volt. Ezzel a két szóval állt ki a sajtó képviselői elé Theresa May a Londonban történt terrortámadást követően. A brit miniszterelnök azt ígérte, hogy a kormány keményen lép majd fel a szélsőséges ideológiák ellen annak érdekében, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg ilyen tragédia. A merénylet helyszínétől alig 100 méterre tartózkodott vasárnap délután Borzsóni István, a Pannon RTV igazgatója, akit telefonon értünk utol. Elmondta, a brit kormány új intézkedések foganatosítását tervezi, Londonban pedig folyamatos a rendfenntartó erők jelenléte. Hozzátette, a történtek ellenére mégsem tört ki pánik a brit fővárosban. A brit kormányfő meghirdetett egy 4 pontos intézkedés csomagot, amely a többi között tartalmazza azt is, hogy valamilyen módon szembe kell szállni a szélsőséges iszlamista ideológiával, azzal az ideológiával, amelynek a táptalaja a különböző terrorista mozgalmaknak a fejlődésének a táptalaját jelenti. Ebben benne van az is, hogy a korábbi hoz képest igyekeznek minél szigorúbban fellépni azon hitszónokok, szélsőséges iszlamista hitszónokok ellen, amelyek lázítják a muzulmán közösség tagjait a brit társadalmi értékek ellen. Ugyanakkor mindenki kihangsúlyozza, hogy semmilyen módon nem szabad a muzulmán közösségen számon kérni, vagy a muzulmán közösség tagjain bosszút állni azért, ami történt az elmúlt időszakban, és ami tegnap este is itt történt a London hídon, Londonban. Ugyanakkor az intézkedések között van az is, hogy megpróbálják az interneten korlátozni a szélsőséges ideológiák hirdetését, terjesztését. Európa és a világ vezetői sorra nyilvánítják részvétüket a brit miniszterelnöknek és az angol nemzetnek. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia államfő az elsők között biztosították támogatásukról brit kollégájukat. Macron hozzátette, Franciaország minden erejével folytatja a terrorizmus elleni harcot. Az amerikai elnök Twitter üzenetében azt írta, bármilyen segítségre van szüksége Londonnak, az Egyesült Államok kész biztosítani. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is a közösségi portálokon üzent, szavai szerint már vizsgálják az esetet. Angela Merkel német kancellár szavai szerint Németország a terrorizmus minden formája elleni harcban Nagy-Britannia mellett áll. Szívvel, lélekkel együtt érzek az újabb gyáva támadás áldozataival, írta Donald Tusk az Európai Tanács elnöke Twitter üzenetében. Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalon a következőt írta. Elborzadva követi a legújabb incidensekről szóló híreket. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke is Twitter üzenetében szörnyűségesnek nevezte a támadást. Az EP elnöke kiemelte, ennek minél előbb véget kell vetni. Áder János Magyarország köztársasági elnöke vasárnap gyásztáviratban fejezte ki a brit uralkodónak együttérzését amiatt, hogy vasárnap este ismét terrorista támadás érte az Egyesült Királyságot.
Biztosítatom felségedet, hogy ezekben a nehéz órákban szívből együtt érzünk a terror sújtotta brittekkel, és lélekben ott vagyunk velük, fogalmazott levelében a magyar államfő. Az Egyesült Királyság a továbbiakban is számíthat Magyarország határozott támogatására és erőfeszítéseire annak érdekében, hogy közös fellépéssel mielőbb meg tudjuk fékezni a békés emberek életét fenyegető, gátlást nem ismerő gyűlölet erőit, áll Áder János II. Erzsébetnek írt levelében. Pánik tört ki szombat este egy torinói téren, ahol futballszurkolók óriás kivetítőn nézték a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A lögdösödésben több százan megsérültek. A Piazza San Carlón körülbelül 20 ezer Juventus drukker nézte a döntőt. A második félidőben a tér közepéről néhány száz ember fejvesztve futni kezdett. Pánik tört ki, lögdösödtek az emberek, átgázoltak azokon, akik a földre kerültek. A sérültek többsége könnyebb zúzódásokkal és horzsolásokkal úszta meg az incidenst, de öten súlyos sérüléseket szenvedtek, köztük egy 7 éves kisfiú is, akit megtapostak a téren. Szemtanúk szerint egy hangos durranás kelthetett riadalmat. Feltehetően petárda robbanhatott, amit pokolgépes detonációnak gondoltak. Az incidens után sok fekete-fehér mezes szurkoló visszatért a térre és nézte tovább a meccset. Mások pedig kétségbe esetten keresték hozzátartozójukat. Egyes hírek szerint egy 3 éves gyereknek is nyoma veszett. A rendőrség vizsgálja, hogy mi okozhatta a durranást. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. 97 éve, azaz 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot. A Magyarország gyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a mai napot a Nemzeti Összetartozás napjává. Az emléknap alkalmából Magyarország szerte és határon túl is tartanak megemlékezéseket. Vajdaságban királyhalmon gyülekeztek a megemlékezők. A templom kertjében elültetett almafa gyökere a magyarság összetartozásának a szimbóluma, a fán lévő termés pedig a nemzet megújulásának a jelképe, nyilatkozta Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség tanácselnöke. Én azt hiszem, hogy különleges a pillanat, hiszen a Nemzeti Összetartozás napja abból lombosodott ki, a legnagyobb nemzeti tragédiánkból is. Többször elmondtam már ünnepi köszöntőimben, hogy mi olyan napot tartottunk meg, és tartjuk meg a Nemzeti Összetartozás napjával, amelybe mások olyan tragédiát, amelyben mások belepusztultak volna. Királyhalmon van Mészáros György is. Szia, mi történt ma az Északbácskai településen? Szervusz, köszöntöm a tévénézőket! Jelenleg is zajlik még a központi megemlékezés, illetve ünnepség, amelyen a vajdasági magyarok közösen ünnepelnek. Több százan gyűltek össze az idén is a királyhalmi Jézus Szentséges Szíve templom plébánia kertjében, ahol együtt ünnepelnek. Most az ünnepi műsor, a művelődési műsor zajlik. A királyhalmi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Petőfi Sándor Általános Iskola tagjainak előadásában, valamint vendégként itt vannak a kiskunhalasi katolikus általános iskola diákjai is, akik ugyancsak bemutatkoztak az ünnepi műsorban. Ezt megelőzően Dudás Károly megtartotta ünnepi köszöntőjét, amelyben elmondta azt is, hogy bár gyakorlatilag a 97 évvel ezelőtti trianoni békediktátum miatt gyásznap ez a nap a magyarság számára, mégis ünnepnap, hiszen a Nemzeti Összetartozás napja is azt szimbolizálja, hogy az úgynevezett gúnyhatárok meghúzása ellenére is Kárpát-medence szerte összetartanak a magyarok. 16 órakor szentmisével kezdődött a központi vajdasági ünnepség itt Királyhalmon, amelyen részt vett Pásztor István, a VMS elnöke, Hajnal Jenő, az MNT elnöke, továbbá Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, és Babit János, a szabadkai magyar főkonzulátus főkonzulja is. Ez immáron a 6. közös megemlékezés. 2012-ben volt az első itt Királyhalmon, akkor ültették el a közös almafát is, a nemzet almafáját, amely mára már gyönyörű szépen felcseperedett, és az 5 éves almafán ma pontosan 20 apró almácskát számoltunk meg. 2012-ben egyébként, amikor az almafa csemetét elültették, Pásztor István, a VMS elnöke akkor azt nyilatkozta, hogy ez az almafa a magyarság közös múltját, közös gyökereit és közös jövőjét szimbolizálja. A program tovább tart, és hamarosan az almafa megöntözésével fog véget érni az ünnepség. Köszönjük szépen!
Az eseményről későbbi híradásainkban bővebben is beszámolunk. Ünnepélyesen átadták a helyreállított országzászlós emlékművet szombaton Gunarason. Az eseményen Pásztor István, a VMS elnöke azt nyilatkozta, hogy a gunarasiak a felújítással mindannyiunk eltökéltségére mutatnak rá. Az ünnepség előtt misét tartottak a településen, ezt követően a templom melletti parkba vonultak a jelenlevők a felújított zászlótartóhoz. A helyiek színes műsorral készültek az eseményre. Az iskola gyerekeitől egy népdalcsokrot fogunk hallani, amit a Szólysípszói vetélkedőn adtak elő Újvidéken, és azt hiszem ezüst érmet is szereztek vele, valamint három szavalat fog elhangzani, és egy történelmi beszámoló a zászló tartó emlékműről. A zászlótartó oszlop 1941 és 45 közötti időszakban épült Gunarason, ezt követően rombolták le a kommunizmus ideje alatt. Itt ezen a kis településen, Gunarason a helyi lakosok az országzászló tartó felújításával tisztelegnek múltjuk iránt. Gunarason főleg a magyarok élnek. Az emberek féltve őrzik hagyományaikat, és ezeket szeretnék az utókor számára is megőrizni. Nem ez az első lépés abban, hogy próbáljuk azokat a történelmi hagyományainkat megőrizni, tatarozni, és az utókor számára megóvni. Tehát ez egy olyan eset, el lehet mondani, hogy az ősztáján, vagy tavaly télvíz idején akkor felújítottuk a templomot. Előtte való években és az éjak hosszú során a faluház szobrok felújítása, emlékművek felújítása történtek a faluban. Az emlékművet a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke avatta fel. Fontos az, hogy a gunarasiak erőt és bátorságot merítettek és felújították. Azt gondolom, hogy ezzel nem csak Gunaras hírnevét erősítik, hanem mindannyiunk eltökéltségére mutatnak rá, ez a nemzethez tartozásnak az érzése. Ma, illetve holnap, június 4-ére emlékezünk, de ugyanakkor ünneplünk is. Az eseményen még többek között részt vett Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Fremont Árpád, a VMS köztársasági parlamenti képviselője is. A Nemzeti Összetartozás napján a budapesti Kossuth Lajos téren ünnepélyesen felvonták Magyarország lobogóját. Az eseményen részt vett Áder János köztársasági elnök is. Díszegység! Yes! Díszegység fogadta Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét, aki a Nemzeti Összetartozás napján részt vett az ünnepélyes zászló felvonáson Budapesten, a parlament előtt a Kossuth Lajos téren. Köztársasági elnök úr, Zsolnai Tamás a lezedes, a díszegység parancsnoka jelentem, június 4-e, Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására a 32. Nemzeti Honvéd és Nemzeti Lovas Díszegység felsorakozott. A lobogót a himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az ünnepi ceremónián mások mellett jelen volt Kövér László, az országgyűlés elnöke, Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök és Simicskó István honvédelmi miniszter is. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara és a Nemzeti Lovas Díszegység. A trianoni békediktátum kimondta, hogy az osztrák-magyar monarchia felbomlott. Ennek következményeként Magyarország, Horvátország nélküli területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000-re, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra. Az országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját, a Nemzeti Összetartozás napjává.
Soha nem látott támogatása van a külhoni magyarságnak, mondta Semjén Zsolt magyar nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Kossuth Rádió vasárnapi újságműsorában. Kifejtette, hogy a külhoni magyarság támogatása 2010-hez képest meg 10-szereződött, a gazdaságit is ide számolva meg 20-szorozódott. Felelősséggel mondom, hogy kormány annyit még nem tett a külhoni magyarságért, mint az Orbán kormány, fogalmazott a magyar miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt kiemelte, a kultúra, az oktatás mellett a támogatást kiterjesztették, a gazdaságra is vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes hitel formájában. Semjén hangsúlyozta, az együttes össznemzeti támogatás, azaz a kulturális támogatás, az oktatási intézmények fenntartása, az állampolgárság megadása, a szavazati jog, a gazdaságfejlesztés, a demográfiai segítség együttesen alkalmas arra, hogy megtartsa a külhoni magyarságot identitásában, gazdasági erejében. Ma van pünkösd, a húsvét utáni 7. vasárnap és hétfőn idén június 4-én és 5-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté, azaz 50 szóból ered. A magyar kultúrában több szokás is kötődik pünkösdhöz. A néphit szerint, ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása, illetve, hogy már kora hajnalban az ablakokba vagy a ház kerítés lécei közé zöld ágakat, bodzát, vagy éppen pünkösdi rózsát tűznek azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat. Ünnepi körmenetet, úgynevezett pünkösdi zarándoklatot tartottak ma délelőtt Ludason. Az eseményt a helyi, a hajdújárási és a palicsi népdalkórus tagjai tették ünnepélyesebbé. Falubeliek és a környékbeli települések lakói közül is sokan részt vettek idén is a pünkösdi zarándoklaton. Szabadkáról, hajdújárásról és Palicsról is érkeztek vendégek. Az emberek ne csak hirdessék a békét, hanem tegyenek is érte valamit. Mert az, hogy hirdetünk valamit, nem sokat jelent, ha nem teszünk érte lépéseket. Az zarándoklat a templomban fejeződött be, ahol szentmisét tartottak, amelyet Zsellér Attila celebrált. Dobai István, a falu plébánosa elmondta, az észak-bácskai településen évről évre megszervezik a körmenetet. Az egyivét tartozás megélésének az egyik módja az a pünkösdi zarándoklat, amelyet szervezünk itten, és ugyanakkor az is, hogy a szomszéd közösségből eljönnek nem csak mondjuk úgy, mint vendégek, hanem mint énekesek is, tehát az ottani énekes csoportoknak a tagjai is, és együtt ünnepelünk, tehát a kifejezetten egyivét tartozás ünnepe ez. Szervezők elmondták, a zarándoklat egyik célja a közösség építése és ápolása, hiszen a nagy társadalmak is az ilyen kis gyülekezetekből épülnek fel. A Szentlélek eljövetele, a szeretet, az együvé tartozás, a megbocsájtás és a családon belüli megértés, ami nagyon, és a közösség egybetartozása, ami nagyon fontos, és azáltal akkor boldogok az emberek, boldog mindenki. És mi azért csináljuk ezt, hogy boldogok legyünk, jó érezzük magunkat, együtt ünnepeljünk a ludasi hívekkel, a környezőbeli hívekkel, és együtt dicsőítsük a jó Istenünket. Aladics Tibor, a helyi közösség közgyűlésének elnöke elmondta, szeretnék, ha a pünkösdi zarándoklat egy időtálló esemény maradna a faluban. Azt gondolom, hogy ez egy egyedi kezdeményezés, erre a környékben ilyesmiről nem tudunk. A ludasiak voltak azok, akik a régi hagyományokat felidézve újra kezdték ezt a dolgot, és én úgy érzem, hogy ha ez egyszer abba marad, akkor aztán többet már tényleg nem lehet újra kezdeni. A körmeneten és a szentmisén jelen volt Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke is. Ma van a magyar összetartozás napja is, és ez egy szimbolika is ezúttal, hiszen együtt ünnepeljük ezt a két gyönyörű ünnepet, és bizonyítjuk itt
Ludason is, és egyébként az egész Vajdaságban azt, hogy itt vagyunk és megmaradunk. A ludasi pünkösdi zarándoklat jövőre jubilál, hiszen 10. alkalommal rendezik majd meg. Az egyházban egységre és sokszínűségre egyaránt szükség van, hangsúlyozta Ferenc pápa a római Szent Péter téren pünkösd vasárnap kora délelőtt bemutatott szentmisén. A pápa kijelentette, hogy az egyházban az egymástól való különbözőség egység nélkül nem vezet eredményre. Hasonlóképpen a sokszínűség nélküli egység sem, mivel ez a szabadság megszűnéséhez vezethet. A mise után a mennyek királynője imádságot kísérő rövid beszédében Ferenc pápa elítélte a londoni merényletet. Kijelentette, ismét ártatlan civilek voltak az áldozatok. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A zsidók deportálására és a holokausztra emlékeztek Topolyán. Bab-fesztivál tartottak Temerinben. A topolyai zsidók deportálásáról és a holokauszt 73. évfordulójáról tartottak megemlékezést a topolyai zsidó temetőben a Filmmúzeum civil szervezet szervezésében. Gyertyagyújtással, koszorúzással, az Elmuller Rahamim és a Kaddissal emlékeztek a holokauszt eltemetetlen áldozatainak emlékművénél. Minden elhunyt emlékére, akit nem takarhant. Ez a felirat áll a topolyai zsidó temető emléktábláján, melynél 15. éve tartottak megemlékezést a holokausztról. Mozdony és vonatzakatolás jelezte a mementó kezdetét. A megemlékezésre sokan érkeztek egészen Izraelből is, sok év táblatából is tartják a kapcsolatot szülővárosukkal. A felhívásnak a hírét. Ez az apukámnak a... ahol született, ahol... volt, háború után jött ide-vissza, és szeretett élni itten, szeretett az apuk, a nagypapámnak volt a pék, és szokott csinálni kenyeret is, kiflét is, mindenki jött oda, a ház még itt van. Topolyán 1941-ben 426 zsidó élt. Elhurcolásuk 1944. április 16-a és június 20-a között zajlott. Szörnyű, mert az apám szülei mind ott vesztek, Auschwitzban maradtak, és elég nehéz volt. Apuka elég nehezen, hogy mondjam, nehéz neki, nehéz volt. A munkaszolgálatból csak kevesen tértek vissza. A túlélők zöme kivándorolt Izraelbe vagy más országba. Topolyára vissza a csak topolyai zsidók közé 80 ennyi hányan jöttek meg, rettentő rossz állapotban, úgyhogy még néhányan az 1-2 év leforgás alatt, aztán a később az ott szerzett bajokba bele is haltak. 48-ban kezdődött a zsidóság kivándorlása, nem volt olyan nagy ütemű először Topolyán, Izraelbe, de a későbbiek folyamán az 50-es évek közepéig Topolyát elhagyták a zsidóság nagyobb, nemhogy nagyobb, teljes zsidóság elhagyta. Hogyan éltek elődeink községünkben? Topolya Község Múzeuma a zsidóság életéhez kapcsolódó tárgyakból kiállítást szeretne szervezni, ehhez kérik a lakosság segítségét. A megemlékezésen Fazekas Ferenc, tészamenti főesperes héberül mondta el a 23. Zsoltárt. Alkalmi beszédet mondott Kislender Gábor, Topolya polgármestere, valamint Kovács Robert, a szabadkai zsidó hitközség iroda vezetője. Minden elhújt emlékére. Zsidó hagyomány is úgy tartja, mint ahogy gondolom sok más vallás is, hogy akire emlékeznek, az gyakorlatilag valójában még nem halt meg. Ezért nagyon fontos és nagyon szép a topolyaiaknak ez a kitartás, hogy már 15 éven keresztül megszervezik. A megemlékező családok Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, az MNT, Topolya önkormányzata, az Újvidéki és a Szabadkai Zsidó Hitközség, valamint a Filmmúzeum civil szervezet képviselői elhelyezték az emlékezés virágait a holokauszt eltemetetlen áldozatainak emlékművénél. A mementó végén felhangzott az Elmuller Rahamim és a Kaddis. Elhunyt Varga János operatőr. Varga János dolgozott az Újvidéki Televízióban, majd a Duna Televízió csapatát erősítette. Varga János hosszú és súlyos betegség után távozott az élők sorából.
Szombaton tartották Temerinben a legnagyobb szerbiai babfőző versenyként is emlegetett babfesztivált. A megmérettetésre idén mintegy 180 csapat nevezett be. Az eseményt Temerin község idegenforgalmi szervezete szervezte az önkormányzat támogatásával. Füstölgő üstök és bográcsok, valamint bableves illata árasztotta el a temerini vásárteret. A 12. alkalommal megrendezett babfesztivál iránt idén is nagy volt az érdeklődés. A mi babunk attól lesz különleges, hogy semmilyen pótlót nem adunk hozzá, minden természetes adalékok vannak csak benne. Egyébként valami különlegesség, valami titok, amit nem szabad elárulni, mégis megkérdezik? Nem áruljuk el, mert aztán majd nem leszünk a döntőbe bent. Nem tudják a titkot, de azok nem akarják megmondani. Nem úgy, nem úgy csinálják, úgy főzik a babot, mint a többiek, hanem még valamit beletesznek, ők ketten tudják. Az egyik az a Duskó, másik meg a Mátyás, de a Mátyás ne tűntő, nem akarja titkot senkinek, egyedül átadta a Duskónak. Mi 50 személyre, az 50 személyre főzünk, úgyhogy hát vannak egy kis titka, mert mondjuk a mi szakácsunk egy elég nagy, híres vállalatbeli szakács is, nem most, nem amatőr, úgyhogy hát várjuk az eredményt, azt hiszem, hogy majd valamit fogunk nyerni. Mint minden évben külföldről is érkeztek csapatok. 10 évvel ezelőtt voltunk utoljára, és most megint meghívást kaptunk, illetve folyamatosan meghívást kapunk innen Temerinből, hogy vegyünk részt a Babfesztiválon, vagy Babfesztiválon. Sajnos nem engedte időnk, teendünk az, hogy az elmúlt 9 évben kilátogassunk, és most úgy intéztük ezt az évet, hogy rászánjuk ezt az időt, és most itt vagyunk, és jól érezzük magunkat. A rendezvény keretében a hagyományos művelődési műsorok és játékos versenyek mellett megnyílt a régi Mesterségek utcája is, ahol kézművesek mutatták be termékeiket. A szervezők idén újdonságokat is beiktattak a programba. Most először tartottak tudományos tanácskozást a babtermesztésről, valamint mini mezőgazdasági vásárt is szerveztek. Da smo pokušali da uvedemo ne samo nešto novo, nego da pokažemo da ova manifestacija nije samo zabavnog karaktera, nego da je ona na neki način vezana i za promociju poljoprivrede i novina u poljoprivredi i u proizvodnji kako povrtarskih, tako i ratarskih kultura. Rendezvénynek humanitárius jellege is van. A szervezők 3000 adag babot osztottak ki, amiért önkéntes adományokat adhattak a látogatók. Ezeket a rászorulók megsegítésére szánják. A babversenyt végül a temerini FKL Görgő csapát gyár egyik csapata nyerte meg. A győztesek kikiáltása után koncertekkel kedveskedtek a látogatóknak. A műsor egyik kiemelt fellépője a hazai Neverne Bébe együttes. Erősödött a Zentagunaras melletti téglagyárnál fészkelő gyurgyalag állomány, a színpompás madarak mellett szintén fokozottan védett parti fecskék is otthonra leltek az Északbácskai falunál. A gyurgyalag az egyik legkésőbb visszaérkező madarunk, amely csak május első harmadában érkezik meg téli szállásáról. Ősszel korán már augusztus második felében megkezdi elvonulását, a telet Kelet- és Dél-Afrikában töltik. A gyurgyalag legtöbbször partfalba fúrt üregben fészkel. Zentagunarasnál a téglagyár kitermelési területén lelt otthonra egy költőtelep. Bácskosútfalva és Pacsér között is kihasználták a fészkelésre kínálkozó lehetőséget a gyurgyalagok. Ez a színpompás madár, amely Szerbiában fokozottan védett és 50 ezer dinárban határozták meg az eszmei értékét, elsősorban repülőrovarokkal táplálkozik. Házi méhet leginkább hosszantartó esős időszakban fogyasztanak. Nagyon könnyen felismerhető madár a gyurgyalag, tehát igazából egy méhész is simán láthatja, hogy melyik az ő általuk méhészmadárnak nevezett gyurgyalag, ugye, és arra a környékre egyszerűen nem kell kitenni a méheket, ezzel tudjuk megakadályozni azt, hogy ugye elhordják a rajokat. Amúgy egyébként nem fog akkora távolságokat elmenni a költőürekhez, hogy direkt bejárjon mondjuk néhány kilométerre egy méhészetbe, hogy a méheket elfogyasztja. Zentagunarasnál egy gabona átvevő udvarában fészkel egy partifecske populáció. Az ornitológus szerint ez Topolya község legnagyobb partifecske állománya. Ez a faj minden évben új költőüreget készít magának. Ha az adott partoldalon elfogy a hely, akkor a következő évben továbbállnak. Három fecskefaj, a Füsti, a Molnár és a partifecske közül ő a leginkább veszélyeztetett, pont azért, hogy ugye ilyen extrémebb költőhelyet igényel, másrészt ugyanúgy, hogy a többi fecskefajt is nagyon fenyegetik ugye a különböző rovarirtószerek hatása és a táplálékhiány, és nem beszélve ugye az időjárás
hát szélsőségesé válása, ami azt jelenti, hogy ez valószínűleg valamilyen oknál fogva a klímaváltozással köthető össze. A partifecske Európa legkisebb termetű fecskefaja. Szerbiában fokozottan védett fajként az eszmei értékét 15 000 dinárban határozták meg. A Real Madrid megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A spanyol csapat a sorozat 2016-17-es szezonjának szombati döntőjében Cardiffban 4-1-re legyőzte az olasz Juventus együttesét. A legrangosabb európai kupában 12. alkalommal diadalmaskodó Real Madrid lett az első csapat, amely megvédte a címét, amióta 1992-93 óta bajnokok ligájának nevezik a sorozatot. Biztonsági okokból behúzták a cardiffi stadion tetejét, így az első fedett pályás bajnokok ligája döntőt rendezték. És a híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Terrortámadás történt Londonban. Ma van a nemzeti összetartozás napja. Pünkösd napja van. Erősödött a Zenta Gunaras melletti Tégragyárnál fészkelő gyurgyalag állomány. Köszönjük figyelmüket, ne feledjék, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak. Most következik a Vitrázs, 7:30-tól pedig mesél a Pannon. A 20 órai híradót követően a vajdasági magyar amatőr színjátszók tavalyi találkozóján a Magyar Csernyeiek által előadott Nők című előadást láthatják a Pannon televízió műsorán. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!